A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség legkiemelkedőbb munkát végző, honvédelmi neveléssel foglalkozó szakembereinek ünnepélyes díjátadóján Szabó István honvédelmi államtitkár köszöntötte az elismerésben részesülőket. Kijelenthetjük, hogy a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség számára egyaránt kiemelt fontosságú a honvédelmi ügyét és a honvédelmi nevelést támogató szervezetekkel és azok szakembereivel való együttműködés, kapcsolattartás, amely nélkül nem lehetett volna ilyen szép eredményeket felmutatni. Minden magyar ember számára fontos, hogy a jövő nemzedéke olyan neveltetésben részesüljön, amelyben a haza szeretete egyértelmű értékként jelenik meg. Ezt támogatják azok a honvédelmi nevelési programok, amelyeken keresztül a mindennapi életben is hasznos tudásra tesznek szert a fiatalok. Simicsko István a honvédelmi neveléssel foglalkozó szakemberekhez szólva elmondta, munkájukkal erős Magyarországot építenek, amely képes értékeit megőrizni és továbbadni a következő generációknak. Az emberiségnek van egy hihetetlen nagy találmány, ez a munkamegosztás, és mindenki a maga frontján továbbra is végzi a munkáját egy közös eredő, egy közös cél érdekében, hogy Magyarország erősödjön és legyen egy ütőképes magyar honvédsége, de a legfontosabb egyébként az, hogy a magyar társadalom szellemisége, a közgondolkodás rendben legyen, egy megfelelő stabil értékrendet alakítsunk ki. Sándor Zsolt vezérőrnagy a nevelőkhöz szólva hangsúlyozta, a jövő kihívásaira is fel kell készíteniük a fiatalokat. Őrzőből most kell a legtöbb. Az a mennyiségű krízis helyzet, ami az ország irányába érkezik, mind spektrumában, mind sebességében, minden korábbit felülmúl, legyen ez akár a keleti fenyegetés, vagy akár a déli határainkon kialakult helyzet, láthattuk, mi történik Afganisztánban. Ahhoz, hogy ezeket a krízis helyzeteket kezelni tudjuk, ahhoz felkészült, kiképzett, elkötelezett katona állományra van szükségünk. Ezt pedig valahol már az iskolába el kell kezdeni őket, erre nevelni az ifjúságot. Akkor, amikor olyan alapigazságok, alapértékek kérdőjeleződnek meg, mint a hazaszeretet, a becsület, amikor az én az előrébb van, mint a mi, akkor én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos az a tevékenység, amit önök végeznek minden nap. Az ünnepség a honvédelmi nevelés területén kiemelkedő munkát végző szakemberek elismeréseinek átadásával zárult.